kaptunk ilyen cédulát, amivel kirúgtam, én már nem emlékszem rá, hogy piros, zöld, vagy fehér, vagy mi volt, de akinek ilyen volt, az háboros bűnösnek számított. Úgyhogy én 5 éves koromban az lettem. Bencs Fémos a Felvidéken született, de nagyon hamar megtanulta, milyen az, ha a hazájából származik az embert. 5 évesen vagonba rakták, és internáló táborba került. És az élet fintora, hogy már itt is találkozott bát a székiekkel. A Kismédi Nándi bácsival kerültem egy helyre. Ő is ott volt, ő már 16 éves volt akkor, és mondta, hogy jaj, te emlékszem rá, hogy volt egy nagyon aranyos, szőkésbarna kis fiatal hölgy, az olyan gyönyörűen énekelt nekünk, mondom, Nándi, erős egy fölfiam, az az én édesanyám volt, akinek te énekelt. Na, ott voltunk egy, csak nem egy évig, mert karácsony másnapján értünk Kaposvárra a nagyszüleimhez. Kaposvár után Fadra került testnevelő tanárnak a nevelő otthonba. Bátaszéken hirtelen megszűnt a férfi testnevelő és a rajszakos. Hát mivel feleségem rajszakos, hát az egész nagyközségi közös tanás küldöttsége eljött Fadra, és könyörögtek, hogy jöjjünk ide, mert nagyon nagy szükség van ránk. De hát már kész volt a házunk alapja, minden építőanyag megvolt. A nagyközségi tanás mindent elintézett. Megkaptuk ezt a ház helyet, itt így kerültem Bátaszékre. A lányok mindjárt mondták, nyíljél végre egy új kis tag. Hát nem lettem kis tag. De mivel ember sztoriban van egy olyan rész, amit nagyon nem szeretnék elkerülni, azt azért tudnotok kell, hogy én egész életemben jó a rendszerváltásig, nem kollektív, hanem megtűrt személy voltam, mert az édesapám, kaposvári nagyboldogasszony templom egyházközségi elnöke volt. Végig a Rákosi rendszerben és végig a Kádár rendszerben 48 éven keresztül, és egyetlen sztorit azért elmondok, hogy a Kaposvár, amikor a Táncsics gimnáziumban fölvettek, egyedül én voltam, akinek fölvételi vizsgát kellett tennem, mert simán nem ment. Mert én úgyhogy 56-ban 3 napig be is voltam zárva, mondjuk nem börtönbe, hanem az igazgató irodában nem engedtek haza az iskolából, mert fölforgatták az egész lakást, mert az édesapám nem is akármilyen kertész volt. Majd erről is egy kicsit mesélek, de fölforgatták a házat, mert volt egy gyereknyomdájtó, hogy gumi őzés, az a nyomos gumi, mivel kertész volt, amit árult magukat, ezzel nyomtatta rá ezért, és kitalálták, hogy akkor mi gyártottuk az 56-os röplapokat, úgyhogy 3 napig még büntetett előilletű is lettem. Bátaszéken a testnevelőként dolgozó Bencs Vilmos elismert ember lett. Nagyon sokat tett a város sportcsarnokának létrehozásáért. Egész jó indult, mert az első évben, amikor ide kerültem, találtam egy rendkívüli atlétát, aki országos úttörő olimpiai bajnok is lett, most úgy hívják, hogy dr. Győri Gábor. Egyébként gyermekorvos Szekszárdon. Na, és akkor, hát mivel én futballista voltam, valamikor NB1-ben is játszottam, akkor kitalálták, hogy én legyek a serdülő edző, és a serdülő edzői korom az nagyon röviden annyi, hogy 10 évig voltam edző, a 10 évből 7-szer megnyertük a megyei bajnokságot, 2-szer lettünk másodikak és 1-szer harmadikak. A 10 év után az Illés Béla elnök úr egyszer csak megkeresett és közölte, hogy jaj, Vilmos, eszembe jutottam, lejárt a szerződésed, mert jött egy igazi szakember. De mi jó, kész.
most nem mondom meg, hogy ki volt az igazi szakember, de akkor elkezdtem kosárlabdával foglalkozni, és nagyon jó viszonyt tudtam kialakítani az Atomerőmű Sport Egyesülettel, a paksiakkal, és kosárlabdában meg megint találtam olyan tehetségeket, hát az egyikről feltétlenül meg kell emlékeznem, a szegény Szűcs Péter volt. Egy rendkívül tehetséges, annyira ügyes gyerek volt, és megkapta a jó tanuló, jó sportoló oklevelet is, és szegény meghalt. Arra azért büszke vagyok, hogy, hogy a tornacsarnok olyan lett, és akkora lett, mint amekkora lett. A Nagyferi akkor, ahogy hívták a nagykösségi közös jegyzője volt. Úgy van, jegyzője volt. Ővele harcoltunk egész addig, amíg el nem hitték, hogy nem kerül sokkal többe, és így lett 24x48-as a sportcsarnok 16x36-os helyett. Nem tudom, hogy hol tartanák a helyzékat, a fenyőkupákat, meg a többi, ha nem lenne. Rengeteget dolgoztam a sportcsarnoknál, a gyerekekkel. Szinte mi építettük föl. És nagyon sok kollégám, aki már meghalt sajnos, a Sulc Gyuri nagyon sokat segített a sportcsarnok megépítésében. Amikor meglett, akkor hát az lett a második otthonom. És volt olyan, hogy nekiálltam gondolkodni, mert hát azért gyakorlatilag egyedül nekem volt Bátaszéken edzői oklevelem, amit a testnevelési főiskolán szereztem, de nem cseréltem el a tanítást az edzőséggel, pedig milliómos lehetnék. Nem, jobban szerettem a gyerekeket, és olyan volt, hogy nekem nem volt problémám a serdülő csapattal soha, mert 30-40 gyerek mindig ott lebzsett, és nagyon sértődöttek voltak, amikor nem kerültek be a csapatba. Csak hát nekem könnyű dolgom volt, mert aki edzésen nem jelent meg, az másnap testnevelés órán megkapta magáét. Ez így néz ki. Bátaszék egyik büszkesége a Felvidék Táncegyüttes, melynek megalakulásához Bencs Vilmos nyújtott segítőkezet, ám ennél egy dologra még büszkébb, a városi polgárőrség létrehozására. A polgárőrség úgy jött, hogy nagyon jó barátom volt az Egle Karcsi, akkor önkormányzati képviselő, és az akkori polgármesterrel kitalálták, hogy kellene egy ilyen polgárőrség, önkormányzati polgárőrség, és az az igazság, hogy 1991-ben meg is alakult. Én, hála Isten, alapító tag vagyok, sajnos most már csak ketten vagyunk a Róman Gyurival, de azóta ott vannak a relikviák a 25 évről, meg a jövőre, meg már 30 éve leszek polgárőr. És nagyon jó jött, mert én nekem pláne, mert akit el tudtam kapni gyereket, az gyorsan el is tűnt haza mindjárt, abban a pillanatban, mikor engem meglátott. Azt tudja mindenki Bátaszéken, hogy én vagyok az egyetlen, akiről egy szólásmondás fönnmaradt, hogy Isten mentsen a Bencs. És ezt állítólag tudtam már az óvodában is minden gyerek. Azt merem állítani, hogy 6 méterről előre köszönnek mindenki, akit nem is ismerek, az a polgárőr is. De a jó részét tanítottam természetesen. Bencs Vilmos ma is aktív közösségi életet él. Énekel két énekkarban, a Rákóczi Szövetség elnökeként pedig segíti a civil szervezeteket. És nem mellesleg sokszoros véradó. Olyan életutat járt be, amely tiszteletet parancsoló minden bátaszéki számára.